Köszöntjük a Főnix konyha nézőit! Február 26-án pénteken a Főnix konyha stábja ellátogatott a székelyudvarhelyi Menta bisztróba. A Menta bisztró 2015. október 16-án nyílt a város első igazi bisztrójaként, mely 54 férőhelyes. A Főnix konyha stábját teltház fogadta azon az estén. Balázs Hunor mellé csatlakozott Lukács István, aki a kükülőszállodát képviselte. Lukács István ezt vallja magáról. Elég öreg rókának számítok a szakmában, eltelt 23 év, mióta a szakmának hódolok. Szerencsésnek mondhatom magam, mert mindig is tudtam, hogy ez az én életpályám. Nagyszüleim mondták annak idején, hogy ne is próbálkozzam mással, mert egyszerűen erre születtem. Előételként az est vendégeinek pirosra sült pisztrángfilét tálaltak tárkonyos hollandi mártással, burgonyafánkkal és vajas brokkolival. Hogy mit is kell tudnunk a pisztrangról? Európában mindenütt otthonos, Romániában is számos faja él, hegyi és havasi folyóvizeinknek, hideg tavainknak értékes hala. Nem vándorol, októbertől januárig ívik. Ikrái számára kis gödröket válja meder talajában, és a termékenyítés után azokat befedi. Igen, ügyesen is gyorsan úszik, nagyon óvatos. Rovarokkal táplálkozik, de megeszi a csigákat, férgeket és kisebb halakat is. Húsa igen ízletes, finom. Egy 71 éves horgász fogta az eddigi legnagyobb és hitelesített pisztrangot, ezzel ő tartja a világrekordot. Kandolf Oliver Új-Zéland déli részén akadt össze az óriási hallal. A monstrum 93 cm hosszú és 19 kg volt. Sőt, a pisztrang egy zsenit is megihletett. Schubert pisztrang 5-ös című művét is a halnak köszönhetjük. Franz Schubert csodálatos zongorára írt kamarazenéjének az anekdota szerint magyar vonatkozása is van. 1817-ben egy baráti összejövetelen, amelyen Schubert is részt vett, a házigazda fejedelmi szekszárdi óbort kínálta vendégeinek. Ezen az estén született a legendás pisztrang 5-ös című mű. A kiváló zeneszerző az italt kortyolgatva elvonult a társaságtól, a kalandos életű költő Christian Friedrich Daniel Schubert a pisztrang című versén töprengve. Ki tudja, talán a kiváló magyar nedű ihlette meg Schubertet, de mindössze fél óra múlva elbűvölő zeneművel lepte meg a baráti közönséget. Az előételt a közönség kiváló minősítéssel értékelte, így nem is volt más hátra, mint hogy felszolgáljuk a főételt. Az étel elkészítése közben olvastunk néhány érdekességet az országról, amelyet megosztunk a kedves tévénézőkkel is. Az ország jelenleg a világ 12. legnagyobb gazdaságával rendelkezik. A világon minden hatodik ember indiai. A lakosok valósággal rajonganak a moziért. Indiában évente körülbelül 3 milliárd mozijegyet adnak el. Egyik legnépszerűbb fűszerük a sáfrány, melynek egy kilója körülbelül 150 ezer virágból készül. Az indiai istenek mindig 25 évesek. Míg mi európaiak jó, ha egyféle mangóval találkozunk a boltok polcain, addig Indiában mintegy 1000 félét termesztenek. A helyi esküvőkkel ellentétben a hindu esküvőkön nem ritkán 500-800 ember is összegyűlik. Az ország nemzeti madara a páva. A rövid kis indiai kitérőnk után
fel is tálaltuk főételünket, amely pikáns, mézes indiai csirkefalatok voltak, szezámmagosan elkészítve párolt vadrizs keverékkel. A pikáns, mézes indiai csirkefalatok elfogyasztása után egy kicsit kedveskedtünk az édes szájúaknak is. Desszertként fehér csokis pohárkrémet szolgáltunk fel erdei gyümölcsös öntettel. Ahhoz, hogy egy termék kiérdemelje a csokoládé minősítést, legalább 43% összes kakaószáraz anyagot kell tartalmaznia, amelyből legalább 26%-nak kakaóvajnak kell lennie. Az 1955 óta létező fehér csokoládéból ezzel ellentétben hiányzik a kakaó. Vagyis a szabvány szerint nem is nevezhető csokoládénak. A desszert elfogyasztása után a közönség hatalmas tapsal köszönte meg a séfek munkáját, és megegyeztünk abban, hogy legközelebb is találkozunk. A forgatás természetesen addig sem áll le, a Főnisz konyha már lázasan készül a következő adásukra. Találkozunk jövő héten, addig is viszontlátásra! A Főnisz konyha a Terézia tejtermékeit használja. A műsor támogatta a Merkur, a Székelyföldi Üzletlánc. Petri, az ízek mestere. Laguna Pizza, az ennivaló barát. A Főnisz konyha a Siket Tamás borokat ajánlja. Csapatunk autóit a székelyudvarhelyi Eurocar Trading szervizeli. LEMS, álmaid bútora. A Főnix konyha késeit az Akutum csapata biztosította. Média partnerünk az Udvarhelyi Híradó Kft. Lapcsaládja, a Kulmédia, a Prima Rádió és a Nőileg magazin.